A szemtelen tolvaj a mélytelephez igyekezett, valószínűsíthető, hogy pénzé akarta tenni a lopott vasat. A helyiek szerint a tettes hajléktalanként él és drogproblémákkal küzdik. Kaput ellopott nappal, de még a rendőrök is jöttek vele szembe, azt meg se állították. Csak mikor én nekem mondták már este, hogy hát mit csinál. Ha mondom, jó van, én nem úgy ismertem őtet, hogy nappal akar házakba bemenjen, mert így emégy kukázik folyamatosan, jár mindenfele, egész, hogy mondjam, itt egész Törökszentmiklóson. Hát az egész környék az üvé. Úgyhogy én nem gondoltam volna, hogy ilyeneket csinál, főleg nappal. Ez a férfi szintén ismeri az elkövetőt. Elmondása szerint a tolvaj súlyos drogfüggőséggel küzd. Megy mindenhova ez a pénz azért a drog miatt. Mert egyszerűen kábítószeres, kész. És ez hajtja. De hát sokszor nem is tudja, hogy mit csinál. Lehet, hogy nem tud gondolkozni már sokszor, mert én már beszéltem vele, hogy az se tudja sokszor, hogy mit beszél. Megy, hajtsa, csak az, hogy tudjon szerezni magának anyagot. A vaskerítés tulajdonosa több száz méteren keresztül követte a tolvajt, amikor azonban a mélytelepre ért volna a zsákmánnyal, rászólt, hogy tolja vissza hozzá, mert ez az ő tulajdona. A férfi eleget tett a kérésnek, egy helyi lakos elmondta, ő biztos nem lett volna ilyen türelmes ebben a helyzetben. Én nem tudtam volna megállni az úr helyébe, hogy végig lekamerázzam, míg eltoljából végbe, kiírtam volna még a rendőröket is pluszba, hogy az én tulajdonomat más tulajdonával elorozza gyakorlatilag, bármiféle lelkiismeret fordulás nélkül. Ezt én azért nem tűrném meg a társadalomba. Nekem ez a véleményem erről. A rendőrség szabálysértési eljárást indított a Törökszentmiklósi tolvaj ellen. Az eset körülményeit még vizsgálják.